Völgyesi Gabi és párja Ádám már 20 éve élnek együtt, kapcsolatok titkairól és jövőbeli terveikről beszélgetünk velük. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ugye rólad lehet tudni, hogy mi állandó hogy mi a vezetéknevem? Neki meg nem, most elmondom. Kovacsics. Ja, Kovacsics Ádám, így hogy van. Ne lehetne tudni, de egyébként azért nem szoktuk mindig elmondani, mert úgyis ki lesztek írva, tudod? Pisz. Figyelj, rólad mindent lehet tudni, igen, alapvetően, legalábbis sok minden. Akkor... Nem, hogy amit te mondjuk szeretnél közvetíteni, akkor az mindig átjön, és átjön egy olyan személy, aki állandó pörgésben van, a te életed ugye folyamatos változás, viszont ugye nagyon kevés szerepelsz a férjed, de nagyon keveset lehet tudni, azon kívül, hogy mondjuk 20 éve házasok vagytok, vagy együtt vagytok. Ez így van. Mi ennek az oka? Csomó. Nem vagyunk egyformán. Talán ez. Én nekem nem nehéz annyira a kommunikáció. Ő egy más típusú ember, de majd elmondja ő saját maga, hogy ő mit gondol magáról. Én egy közlékenyebb, én egy szociálisabb lény vagyok. Ő a technika aktuális vívmányait, hogyha maga körül tudja, akkor majdnem, hogy boldog. Azért nem egyszerű. Majdnem, hogy boldog. Kell neki némi család is biztos, meg gyerekek is amellé, hogy boldog legyen. Ne. Csak azt mondom, hogy ő máshogy van bekötve. Ádám, 20 év után cáfodnak a feleségedet. Ádám, most itt a lehetőség, hogy igen, elmondd, hogy vagy bekötve. Hát, én inkább ott látom a különbséget, hogy te mondjuk, vagy én konfliktuskerülő vagyok, te meg nem. Én nem. Tehát ő így belemegy a vitákba, ami hát okozni ami vagy nekem, helyzeteket. Vagy nem. Igen, nem mondom, hogy nem mondjuk. Sérülök, de... Például én is nagyon szeretek vitázni, de tényleg szerintem egy párkapcsolat akkor működik, hogyha az egyik ezt el tudja engedni, úgymond rá tudja hagyni a másikra, hogy persze, vita esetében oké, akkor vitáz ki magad. Egyébként nem biztos, én pont azt akartam kérdezni, hogy nem nehéz-e, hogyha te bele akarsz menni egy vitába, mihez nincsen partner, tehát nem tudsz hova belemenni. De azért megvannak a módszerei. Vannak olyan témák biztos, hát igen, azért... bele tud rángatni. Mert meg kell beszélni a problémákat. Hát igen, azt azért muszáj meg. Hát csak hogy mekkora feleket kerítünk egy problémának, az abba szokott mondjuk szerintem. Mondjuk én szerintem így kívülről nézve, vagy látva titeket, szerintem mondjuk a gyereknevelés az lehet egy olyan téma, ahol mondjuk tudtok vitatkozni. Minden témában gyönyörűen tudunk vitatkozni. Bármiben. Persze. Nem tudom, figyelj, nekem a vita az nemes dolog. Szeretem. És az nem azt jelenti, hogy én neki megyek erővel, szenvedéllyel, agresszióval a másiknak, dehogy is, hanem ott csiszolódunk. Kapcsolatot építő jellege. Igen, igen, nekem ez a lényeg. Eszem ágába sem sérteni őt, sem magamat sem. Folyamatosan érvelned kell, és folyamatosan... Igen, és azt is megtanultam a jogász szakmából kifolyólag, hogy minden mellett lehet érvelni pro és kontra. Tehát na mindegy, és az a lényeg, hogy nyilván ismerni kell a másik felet, őt én ismerem annyira ahhoz, hogy tudjam, hogy mivel hozakodhatok elő egy témában, mi az, ami neki nem jó, már bántja, ugyanez nyilván igaz rá is. A gyereknevelést említetted, mint vitapont. Hát ott nagyjából az elvek azonosak, de azért nyilván vannak nüanszok, most a szátokba adok egy-két dolgot, amivel lehet minket nyomogatni lehet a gombot, például a táplálkozás, a táplálás a gyerekeknek. Én e tekintetben egy szigorúbb valaki vagyok, én azt szeretem, hogyha nem visznek be annyi fehér cukrot, igen, hogyha több gyümölcs, több zöldség van. Ádám... megengedőbb, inkább Ádám, úgy. Igen, megengedőbb. Sokszor kényelmesebb, nem? Ráhagyni és megengedni. Hát nem. Tehát, nem, valószínűleg te életedben ez nem annyira fontos szempont, ugye? Nem vagyok meggyőződve, 100%. Tehát, hogy hát most ebbe akkor bele kell nagyon menni, de ezt lehet, hogy az unalmas lenne, de hogy én ugye a vegyes táplálkozásban hogy jobban hiszek, és sokszor az ellen megy mondjuk, hogy nagyon csak az egészséges dolgokra megyünk, és ott kicsit beszűkülnek. A lehetőség. A lehetőség, igen. Most ugye az egyik gyermek 3 éves lesz, másik pedig 5. Jól tudom. Kezdődik már ez a... Én ebben a korban azt hiszem már elkezdtem érezni, hogy kijátsszuk apát anya ellen, meg megpróbálunk könnyebb utakat keresni, és egyik nem engedi, hát ha még a másik igen. Vannak ilyenek, biztos ilyen gyenge próbálkozások már. És ezzel nincs baj szerintem, mert nyilván gyerek feszegeti a határait, nézi, mit szabad, mit nem. Persze mi meg folyamatosan, a nevelés része az is, hogy úgy erkölcsileg úgy mindig rávilágítsam arra, hogy ez anyának most nem esik jól, apának sem, nem ez a helyes út, szóval
Nem tudom, ez egy borzasztó izgalmas kihívás egyébként a nevelés, és nem is tudom, hogy mennyire lehet, hogy mondjam ezt, ennek fontosságot adni, mert a gének, mint tudjuk, azok nagyon erősen ott vannak, és nagyon formálnak minket, apám nem hisz a nevelésben, én ilyen háttérrel jövök, én azért még hiszek, na. Viszont 20 éve ugye nem csak társak vagytok, hanem szakmailag is együtt töltöttetek az elmúlt 20 évet. Igen. Ez mennyire fárasztó, vagy mennyire lehet ebből újra elindulni? Vagy mennyire segít most nektek a következő? Építkezni. Számomra ez evidencia. Én ezekre a kérdésekre nem is tudok válaszolni, mert nekem ez így normális. Mi úgy ismerkedtünk meg, hogy arcotokra fagyott a mosoly valami. Nem azért, én csak magamban próbáltam így végiggondolni, hogy ettől függetlenül, hogyha 20 évet dolgozom valakivel, aki egyébként a társam, akkor viszont honnan merítesz plusz inspirációt a következő munkára? Honnan jönnek a motivációk? Egymást tudjátok-e motiválni? Vagy vannak külső motivációs tényezők? Most biztos van, hiszen lesz egy koncert. Így van. Lesz egy koncert. Hát van, de ugye több ember is dolgozunk együtt, és azért fotósokkal, zenészekkel, meg kliprendezőkkel, tehát jönnek azért impulzusok, úgyhogy ilyen szempontból tudunk merítkezni, meg hát a gyerekekből is lehet amúgy. Mi az, amire számíthatunk most tőletek egyébként a jövőben, akár mondjuk a koncert szempontjából? Hát új dalok, új lemez. Karácsonyra megjelent? Egy koncert, illetve nem egy most egyről beszélünk, de amúgy nyilván a jövő évre mi már nagyon erőteljesen készülünk, de talán ez a kezdete, ez a koncert. De lesz egy kiemelt koncert, amire rákérdeztek, igen, december 10-én Budapesten lesz. És ott mit hall a közönség? Amire készülünk. Ez egy nagy koncert lesz, ez egy majdnem másfél órás koncert lesz, ahol teljes díszben, teljes legénységünkkel leszünk jelen. Készülünk rá, itt én azt szeretném, hogy azok a részletek, amik jellemzőek egy Unique nagy koncertre, azok kicsit más módon jelenjenek meg. Tehát akik járnak magyarul Unique koncertre, itt mást kapjanak. És például, hogyha valaki mondjuk nagyon szereti a régebbi dalokat, megkapja most az újat, a nagy koncertet. Kap régit is. Persze. Nem, csak nekem az a kérdésem, hogy ezt tudatosan hogyan építitek fel koncerten belül, hogy mondjuk ott vannak a régiek, akik megszokták a megszokott dolgot, de jönnek az új dalok, hogy ezt stratégiai koncerten belül hogyan lesz? Hogy lesz felépítve? Hát, tehát vannak kihagyhatatlan dalok, az biztos. Ezeket úgy valahogy, nem tudom, koncert előtt, már jóval előtte, te nem pont, úgy értem, de összerakjuk, így gondolkozunk, blokkokra osztjuk, hogy a régit és az újat, a lassút és a gyorsat, meg a érzelmeset, meg a kevésbé érzelmeset, úgyhogy ez így mindig így a helytől, meg az eseménytől függően szoktuk megszabni. Hogy azt akarod, hogy egy kicsit mást kapjanak. Persze. Az, hogy más hangszerelés? Vagy, más vagy, hangszerelés tehát, is, igen. Az igen, lesz igen. A meglepetés, hogy persze, más, meg talán a rendező elvek, mert az sem mindig ugyanaz. Hát most például én szeretnék több kétfajta ruhába lenni, de ez igazából csak azért lényeges, mert amíg én átöltözöm, addig az én húgom tudja szórakoztatni a közönséget. A húgom a Unique vokalistája. Az öcsém sok esetben a Unique hangmérnökje, a férjem a Unique másik oszlopos tagja, apám is zenél, de őt még nem vontuk be a Unique-ba. Van még családtag? Hát persze, hogy van. A húgomnak a férje, aki a Unique dobosa és kongása sok esetben. Úgyhogy ez egy nagy családi vállalkozással fejlődött valahogy az évek során. Nem feltétlenül így indult, de ez lett a vége. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon sok sikert a december 10-i koncerthez. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy látunk benneteket.